Egyebek mellett a Tücsök zenés színpadi szórakoztatta a meghívott vendégeket a Ferro Patent ZRT Semmelweis napi ünnepségén. A rendezvényt 3 évvel ezelőtt indította útjára Szabó Sándor elnök vezérigazgató és Süli János országgyűlési képviselő. A COVID-os helyzet volt, hogy megérdemelnek, nem kérdéses, hogy tartsunk egy ilyennek a 4 kórháznak egy ilyen fogadást, kisebb csoportnak, hogy elismerjük a munkájukat, és nyilván ebben is kedveskedjünk, amit tesznek értünk, és a nyilván sok-sok betegért. És úgy gondoltuk, hogy ez a rendezvény annyira jól sikerült, hogy ezt minden évben nem csak megpróbáljuk, hanem megtartsuk, és adjunk vissza valamit a dolgozóknak, orvosoknak, a szolgáltató részeknek is, akik tesznek értünk, egészségesek legyünk. Dr. Kovács Klára a házi orvosokat képviselte az eseményen, elmondta, hogy az ünnep jó alkalom arra, hogy a pozitívumokról beszéljenek, zajlik ugyanis az egészségügy átalakítása, melynek kapcsán már több nagy lépést is megtettek. Nem magunkat ünnepeljük, és nem az egészségügyet, hanem mások ünnepelik az egészségügyi dolgozókat. Nem kitüntetéseket osztanak, hanem megemlékeznek arról az elkötelezett munkáról, amit végeznek a kollégák, és a kollégák kívül a nővérek, szakdolgozók. Nekem öröm részt venni egy ilyen ünnepen. Süli János elmondta, hogy a koronavírus idején, amit egyébként saját maga is megtapasztalt, az egyes hatóságok, szervezetek összefogására volt szükség. Ezt a példamutatást, hogy Magyarország a bajba össze tudott fogni, mindig példaként is fel tudom hozni, és példaként is említem, mindjárt, hogy a bajba derül ki, hogy ezért tudunk mi együtt dolgozni, és egymás segítve túlélni gondokat. Horváth István országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, fontos, hogy ne csak a nehéz helyzetekben adózzunk hálával. Ez a rendezvény, ez egy üzenet az önök munkájuknak, üzenet az önök hivatásuknak, és csatlakoznék Jánoshoz, üzenet azoknak, akik most nem lehetnek itt, de az önök munkatársai, akár az egészségügy, a közbiztonság, a mentőszolgálat, vagy a kormányhivatal dolgozói részére, hogy üzenjük, hogy köszönjük a munkájukat, köszönjük a hivatástudatukat. A Szekszárdi Vállalat elnök vezérigazgatója nem csak szóban fejezte ki köszönetét az áldozatos munkáért, 1 millió forintos támogatásban részesült a Vármegyei Kórház, valamint 500 000 forintot kapott a mentőszolgálat, a katasztrófavédelem és a rendőrség.